Szeretettel köszöntelek! A rákbetegség gyógyulását az orvoslással együttműködve támogatja az itt bemutatott módszer, amely felébreszti öngyógyító képességeinket. Reiki klubunkban számos gyógyult vagy gyógyuló beteg van. Javasolom a gyakorlat végzését mindenkinek, mivel rákos sejtek minden nap keletkeznek bennünk. Most helyezkedjünk el kényelmesen, és lassítsuk a légzésünket. Minden betegséget fogjál fel úgy, hogy az egy tanítás, hogy jobb és alázatosabb legyél, és a gyógyulásod után megérted majd a hála fontosságát is. Mondd, elfogadom a betegségemet, nem érzem áldozatnak magam, és meg akarok gyógyulni. Lazítsunk. Most számoljunk. 3-3-3, 2-2-2, 1-1-1. Most így egy mélyebb, egészségesebb tudatállapotba kerültünk. Lazítsunk. Érezzük, hogy a hatalmas kozmikus tér, az univerzum részei vagyunk, és összekapcsolódtunk azzal. Ha van reiki behangolásunk, kérjünk az univerzumtól energiát. Mondd, kapcsolódom az univerzumba. Ha neked nincsen, csak hunyd le a szemedet és lazíts. Elképzelünk a fejünk felett egy ezüst színű felhőt. Ebből langyos, kellemes eső formájában érkezik az éltető energia, amely lemossa az auránkat és a fizikai testünket. Harmonizálja azt. Belégzésnél érezzük, hogy a kozmikus energia érkezik a fejtetőnkön, végighalad a gerincünk vonalán, és lejut a köldökünk alatti területre, a hara csakrába, amely az energia központunk, majd szétterjed fizikai testünkben. Összegyűjt minden zavaró negatív, gondolati, érzelmi és fizikai problémát, amely kilégzésén a bőrünk pólusain keresztül távozik az auránkba, majd onnan a végtelenbe. Belégzésnél érkezik a fény, amelynek látjuk vagy érezzük az útját, és kilégzésnél mondjuk a programozó mondatunkat. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg, jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtek szaporodnak. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés.
A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtjeink elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtek szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtjeink elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtjeink elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtjeink elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtek szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtjeink szaporodnak. Belégzés. A beteg jó és rossz indulatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés. Csak az egészséges sejtek szaporodnak. Belégzés.
beteg jó és rossz illatú sejtek elpusztulnak, és természetes úton távoznak a szervezetünkből. Belégzés, most váltunk. A gyógyulásom megtörtént, most megtörtént, most megtörtént. Belégzés. A gyógyulásom most megtörtént, most megtörtént, most megtörtént. Belégzés. A gyógyulásom most megtörtént, most megtörtént, most megtörtént. És végezetül belégzés. Napról napra minden szempontból jobban és jobban érzem magam. Belégzés. Napról napra minden szempontból jobban és jobban érzem magam. Belégzés. Napról napra minden szempontból jobban és jobban érzem magam. Most számolok 1-től 5-ig. 1, 2, 3, 4, 5. Most megérkeztünk éber tudatállapotunkban. Befejeztem a gyakorlatot, és lerázom a kezeimet egy semleges területre. Frissnek, kipihentnek, egészségesnek érzem magam. Jobban, mint korábban. A tudatalattiba beírt és az univerzum energiájával megpecsételt varázsigéd segíteni fogja a gyógyulásodat. Kérem, hogy néhány napig nézz ezt a videót, végezz velem a gyakorlatot, amíg megtanulod. A Reikiről bővebben olvashatsz a www.reikidunavalsány.hu honlapon, és írhatsz is nekem. És meghívlak, látogass el a Reiki klubunkba, ahol kaphatsz energiát, és kimérhetem az órádból a hálóhelyed földsugárzás terhelését. Régi tanítás, hogy a súlyos beteg soha ne feküdjön oda-vissza, ahol megbetegedett. Jó egészséget kívánok!